A gázfejlesztő készüléket kálcium hipokloritta, vagyis klórmészsel töltöttem fel. A tartályba háztartási sósavat találhatók. A két anyag kölcsönhatásakor roppanmérgező klórgáz keletkezik. Ugyanaz a jelenség, mikor hipó találkozik otthon háztartási sósavval. A klórgázt most egy gázgyűjtő, gázfelfogó hengerbe fogjuk vezetni. Látjuk, hogy a reakció nagyon heves. Lassan a lombikot betölti a klórgáz. És lassacskán a hengerbe is megjelenik a klórnak a jellegzetes sárgászöld színe. Zárjuk a klórfejlesztő csapját. Klór gázzal töltjük meg a hengert. Közben kis darabka nátriumot kiveszek, megtisztítom. Kis darabka nátriumot kivettem a tartályból, megtisztítom, letörölgetem, és beteszem a klórgáz tartalmazó hengerbe. Nézzük, mi történik a nátriummal. A nátrium égését látjuk, amint nagyon hevesen klórgázzal a kölcsönhatásba lép. A fehér füst, amit látunk, az nátriumklorid. Klórgázt háztartási sósavból és kálciumhipokloridból állítottunk elő. A fém nátrium egy kicsi darabkára eltettük a klórgázt tartalmazó üveghengerbe.